Az Öt tánc című modern balett est a mai témánk. Május 25-én lesz a bemutató. 8 alkalommal kerül színre az Erkel Színházban ez a műsor. Amikor szombaton bemutatjuk az Erkelben az Öt táncot, akkor én is ott leszek, és őket fogom nézni. Remélem, hogy a közönség másik része pedig az Operaházban lesz, ahol pedig indul a Verdi 200, a Bicentenáriumra rendezett kis különlegesség, vagy ritkaság fesztiválunk. Kiki másképp gondolkozik az Erkel Színházról, mindenkiben él azonban egy hasonló kép, az, hogy az a nagy tömegrendezvények helyszíne, a bevált, a problémát nem jelentő, a biztosan könnyen befogadható alapoknak a helyszíne, és ennek ez a modern balettest nem fog ellentmondani. Isten, igazából ez azért annyira nincsen messze a klasszikus balettől, tehát nem volt ez nekünk akkora kortárs vagy modern balett kihívás. A Magyar Nemzeti Balett táncosai, művészei nagyon-nagyon magas technikai színvonalon vannak, és nagyon-nagyon fantasztikus előadásokat csináltak már ebből, és én ezt mindenképpen szeretném a műsoron tartani. And I think what makes these pieces, well, one of the things that makes Kielan's work so special is his musicality. You see it super clearly in a piece like Sextanza, where every note has a step and means something. Nekem legnehezebb az volt tulajdonképpen a kardokkal, való erről nem beszéltünk korábban, hogy itt a kardokkal egy nagyon komoly akrobatikus, már akrobatikusnak számító koreográfiát kellett elsajátítanunk, ami hát nem volt egy egyszerű feladat, és rengeteget kellett próbálnunk ahhoz, hogy ugye sokszor egy zene nélkül tulajdonképpen tökéletesen egyszerre kell mozognunk. Пронизан любовью, где за 7 минут нам придется с Ёжевым показать отношения, любовь и, наверное, показать эту легенду. Nagyon nagy élmény újra táncolni a napfény természetét, mert Zolival ezt a harmonikus balettet mindig öröm színpadra rakni, annak ellenére, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, mert elvileg ezt egy magas fiúra és egy nagyon pici lányra találták ki, hát a mi testi adottságaink nem pont ezek. Korábbi modern esteken is ez már a műsoron volt, ez a duett, és hát ez is ugyanakkor a kihívás, mint eddig volt, hiszen ez az eddigi pályámon eddigi ők legnehezebb kettősnek számít. Abba az irányba mutatunk, hogy igen, gazdagítsuk azt a repertoárt, ami már van, és még több olyan sztárkoreográfussal kell dolgoznunk, amivel minket egyre inkább a nyugat-európai standard, a nyugat-európai színvonal felé emel. Én azt hiszem, hogy ezzel a balettesttel nagyon sok olyan dolgot tudunk bemutatni, amivel ezt bizonyítjuk is, hogy nekünk ott van a helyünk.